Lőrinc, gratulálok a négy közé jutáshoz, de hát azzal kezdeném, hogy tét meccsen játszottál a Vasasban ismét, mennyi idő után is? Hát 5 hónap, majdnem 6. Azt nem kérem, hogy foglald össze, hogy mi történt azóta, de azért egy pár szót mondja erről kezdésként, hogy vagy, láttuk, hogy játszottál, gólokat lőttél, tehát ez alapján úgy tűnik, hogy felépültél ebből a makacs könyöksérülésből. Igen, köszönöm szépen, jól vagyok, ugye megműtötték, operálták a könyökömet, hál' Istennek jól sikerült a műtét, gyógytorna és a felépülésem is hál' Istennek jól sikerült, úgyhogy most már tudtam végre játszani. Nem egy nagyon könnyű mérkőzésen, de örülök, hogy tudtunk nyerni, és hál' Istennek tudtam lőni egy gólt vagy kettőt, nem is emlékszem már, de a legfontosabb, hogy nem sérültem meg, jó a könyököm és nyertük. Igen, gondolom neked most ezek papóra jönnek, ezek a Komjádi Kupa meccsek, hogy azért kicsit játékba lendül, és hát valószínűleg azért itt a négyes döntő is egy nagyon komoly összecsapásokat fog hozni. Mit vársz ettől a vegyes csapattól? Igen, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy van egy ekkora szünet ugye a felnőtt bajnokságban, és most a Komjádi Kupában tudunk szerepelni, tehát addig is meccsbe leszünk, meg én visszalendülök a meccsekbe. Nagyon várom ezt a négyes döntőt. Szerintem nagyon jó esélyünk van, jó a csapat, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz, de nyerni szeretném mindenféleképpen. Köszönöm, akkor egészséges és sikeres folytatást neked. Köszönjük szépen.